Terézvárosi önkormányzati rovatunk második témájában a tankerületekkel foglalkozunk. Vendégem itt a stúdióban Debnár László úr, tankerületi igazgató. Üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Én is szeretettel köszöntöm. Nagyon sok mindennel kell megbirkóznunk, sok új dolgot kell megismernünk, nyilván önöknek, szakembereknek is, de azoknak is, akiknek például tanköteles gyermekük van. Tankerület egészen pontosan mit akar, mi a tevékenysége, mit gondoljunk róla? Gyakorlatilag a törvény értelmében a fenntartással kapcsolatos összes feladatot átvették a tankerületek. Az intézmény, a fenntartó központ igazság szerint, aki ellátja ezt a feladatot, és ennek a járási szintű része ez a tankerületi igazgatóság. Gyakorlatilag szakmai segítségnyújtás az elsődleges feladatunk az intézmények felé. Ennek a szakmai segítségnyújtás gyakorlatilag azért irányítást is jelent, méghozzá olyan irányítást, amely egység szakmai irányelveket mentén történik, és ez az egységesség, ez egy garancia arra azért, hogy sikeres legyen ez az egész működés. Ez az egyik fel a történetnek, a másik része pedig az, hogy gyakorlatilag egy ötfős csapat állt föl a hatodik kerületben. Én vagyok ugye a hatodik ember ebben a történetben. Nagyon szerteágazó ismeretekkel bíró szakemberek, található benne közgazdász, található benne HR-es szakember, akkor tanügyes, és ők azok, akik gyakorlatilag ezt az egész struktúrát most pénzügyes, bocsánat, azt talán elfelejtettem mondani. És ez nagyon fontos. És ez a legfontosabb, én azt mondom. Ahogy tetszett említeni, igazgató úr, tehát szakmai segítséget kívánnak nyújtani, ez egy fő feladat, de ellenőriznek is. Tehát akkor itt beszéljünk egy picit a hatáskörökről. Hát gyakorlatilag azt mondom, hogy az ellenőrzés, mint olyan most, inkább háttérbe szorul, elsősorban most a segítésen van a hangsúly, tehát azon, hogy ez a rendszer sikeresen épüljön ki, illetve sikeresen tudjon működni. Gyakorlatilag pénzügyi tekintetben projektek tartoznak hozzánk, ezek a projekteknek a vezetése, ezeknek a projekteknek a további lebonyolítása, gazdasági, pénzügyi feladatok tömege, amik a fenntartással kapcsolatosak, és itt hangsúlyozni szeretném a fenntartást. Gyakorlatilag ezek most per pillanat azok a fő területek, amelyek kiteszik a munkánkat, illetve hát a pedagógus béreknek a biztosítása. HR-es feladat. Akkor ez egészen biztosan egyértelmű mindenki számára, hogy ez egy nem könnyű munka. Nem nevezhetjük könnyű munkának. Épp ezért lennék kíváncsi arra, hogy mi ebben az ön számára a kihívás? Hát az én számomra az alapvető kihívás az az, hogy gondoskodni kell erről a rendszerről, hogy működjön, és gondoskodnunk kell a ránk bízott gyerekekről. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen gondoskodó szerepet kell fölvállalnunk és kiépítenünk a meglévő intézményvezetőkkel, az iskola igazgatókkal, illetve most ugye a tankerületi igazgatóság kollégáival közösen egy olyan csapatot kell összeállítanunk, amelyek mint egy ilyen segítő háló veszi körbe ezt az egészet, és próbál olyan feltételeket biztosítani a gyerekeknek is, és a pedagógusoknak is az, hogy ez egy jó, működőképes és hatékony szervezet legyen. Mert hogy mindenkinek ez a célja. Mindenkinek ez a célja. És elsősorban a gyerekeknek. Akik tanulni vágynak, bár a pedagógusok legalább, illetve a szakemberek legalább ennyire fontosak. Nagyon sok műsor dolgozta már fel, sokat hallhattunk arról, hogy állami fenntartás alá kerülnek a tanintézmények. De részletekről legalábbis mi itt ebben a stúdióban még nem beszéltünk, vagy nem volt alkalmunk beszélni. Az ön megfogalmazásában pontosan mit akar az, hogy állami fenntartás alatt vannak most már a tanintézmények? Mint már említettem, elsősorban ez szakmai irányítást jelent. Tehát gyakorlatilag ugye most a törvény értelmében januártól az állam gondoskodik a köznevelés ugye általános, illetve középiskolai szegmenséről. Egységes elvű szakmai irányítással gyakorlatilag szeretné az állam, hogyha a polgárok hozzájutnának ezekhez az oktatási közjavakhoz. Mindenki jusson hozzá, mindenki kapja meg az őt megillető részt. Na most
Ez persze azt is jelenti azért, hogy az oktatás sokszínűségét meg kéne őrizni, és ebben a rendszerben ez az egyik célunk, hogy ezt a sokszínű oktatási rendszert azért megőrizzük, de a rendszer hatékonyan működjön, vagy hatékonyabban működjön. Gondolom a hatékonyságnak ezer titka van, és biztos, fogunk még erről beszélgetni, biztos. Meggyőződésem. Talán most nem boncolgatnám, mert a mai beszélgetésünk célja az, hogy a néző tisztában legyen azzal, hogy mit jelent egy tankerület, és ennek egy talán statisztikai oldala az, hogy megvan-e határozva törvényben vagy jogszabályban, hogy egy tankerülethez hány tanintézmény tartozhat? Vagy ez eltérő is lehet? Hát ez eltörés lehet. Járási szinten szerveződtünk, ugye, és a járások, mint olyanok, gyakorlatilag Budapesten a kerületeket fedik le. Ebből kifolyólag azt kell, hogy mondjam, hogy mi a kerületi iskolákat kaptuk meg, mint tankerület, nem teljes egészében, 5 általános iskola tartozik hozzánk, az ismert 5 általános iskola, 2 középiskola, fővárostól ugye a Kölcseisek kerültek a tankerület hatáskörébe, valamint ugye a zeneiskola, illetve a pedagógiai nevelési tanácsadó, aki a tankerülethez tartozik, így 9 intézmény között vagy fölött gyakoroljuk. Kell, hogy segítsenek 9 intézménynek. Ez az irányítást, így van, ez az állami irányítást. Egészen pontosan, vagy irányítják. Akkor ez ebben az esetben nálunk tiszta, de ezt a kérdést is elteszem, majd a legközelebb boncolgatjuk egészen mélységeiben a történetet. Hallottunk már több műsorban egy ilyen rövidítésről, hogy kik. De, mert hogy kik a kik, de kik a kik? Mit csinálnak ők, mit akar? Igen. Gyakorlatilag akkor pontosítok, ez a kik ma már nem kik, hanem klik. Ez lesz a rövid neve majd, ha minden igaz, az SMS szerint a Klebersberg intézményfenntartó központnak. Gyakorlatilag ugye az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt működünk, és ez egy központi hivatal. Ennek vagyunk mi, tankerület, járási szintű része, képezzük ennek a részét. Gyakorlatilag azt kell elmondani erről a Klebersberg intézmény fenntartó központról, hogy fenntartást vett át, alapvetően tehát neki fenntartói feladatai vannak, illetve nyilatkoztak az önkormányzatok a tavalyi év végén arról, hogy kívánja-e valaki a fenntartáson kívül esetleg a működtetést is átadni. Budapest, tudomásom szerint Budapesten minden önkormányzat vállalta a működtetést, így Budapest területén a Klebersberg intézmény fenntartó központ és a tankerületeknek alapvetően a fenntartás mint feladat, ez hárul rájuk. Akkor ez idáig teljesen egyértelmű. Egyébként, ha mondjuk beszélgetünk, és megemlítette igazgató úr, hogy járási szinten állnak fel, és ebben a filozófiában dolgoznak, minket nem csak Terézvárosban látnak, hanem az ország számos pontján, és bízom benne, hogy a hétfői műsorunkat is nézik. Csak úgy nagyon durván, ha esetleg pontos számadat nincs, hogy országos szinten hány ilyen tankerület állt föl? Gyakorlatilag tudomásom szerint 198 tankerület kezdte meg munkáját, ez a tavalyi év novemberében, akkor kerültek kinevezésre a tankerület igazgatók döntő többségében. Budapesten, mivel úgy mondtam, hogy ugye a járási szinten szerveződtünk, Budapesten ugye 23 kerület, 23 járás, így ebből a 198 tankerületből ugye 23, amelyik ugye Budapest területén működik, a többiek azok 175-en ugye az ország más pontjain. Ezek úgy vagy megyei szervezésűek, ebbe az is beletartozik, illetve járási tankerületek. Térjünk vissza Terézvárosba, vannak-e itt specialitások? Vannak specialitások, hogy ne lennének. Elsősorban az egyik nagy specialitás az, hogy én ugye egy picit megkésve kerültem kinevezésre, tehát én nem a novemberi időszakban kerültem ide, hanem januárban, és egy olyan önkormányzattal találtam magam, idézőjelbe teszem, szemben, aki rendkívüli módon segít, és azt látom, hogy ez alatt a rövid idő alatt, tevékenykedésem rövid idője alatt rengeteg feladatot sikerült megoldanunk közösen. Ennek talán az az egyik fő oka, hogy tudunk együtt gondolkodni, és a másik fele pedig az, hogy az önkormányzat, illetve az önkormányzat vezetése is híve annak a gondolatnak, hogy
gondoskodjunk ezekről a gyerekekről, és méghozzá együtt gondoskodjunk. Ők hozzáteszik a működést, mi hozzáteszük ugye a fenntartást és az irányítást, a szakmai irányítást, meg a fenntartásból eredő egyéb dolgokat. Nagyon örülök neki, és nagyon örömmel tudom ezt jelenteni, hogy a Vörösmarty utca 69-71-ben épül, készül az az iroda, ahol a tankerületi igazgatóság elhelyezésre kerül. Ugye ez egy képviselőtestületi döntés eredményeképpen született. Most már azt kell, hogy mondjam, hogy túl vagyunk a reményem szerint holnap megyek megnézni, vagy holnap után a festésen túl vagyunk, és most már a berendezési lehetőségeken gondolkodunk. Minden támogatást megkapok az önkormányzattól. Ezt én nagyon nagy örömmel veszem, és megmondom őszintén, nagyon jó így nekiállni ennek a hatalmas szervező munkának. És ez tényleg külön köszönet az önkormányzatnak, illetve a testületnek. Ha már ezt megemlítette, akkor hagyj fűzzek hozzá egy ilyen személyes mondatot, hogy én nagyon-nagyon régen televíziózok és dolgozom itt a kerületben. Terézváros mindig híres volt arról, hogy kiváló volt a kapcsolata a tanintézményekkel. Ennek köszönhetően van Terézvárosban nagyon sok jó nevű iskola, országos nevű, illetve fővárosi nevű iskola, illetve szerintem mindegyik az, az óvodákat is beleértve. Ezek szerint, hogyha az önkormányzattal ennyire jó a kapcsolat, akkor én feltételezem meg, reménykedek benne, hogy az intézményvezetőkkel is ilyen lesz. Hogyne, ezért teszünk is, és az intézményvezetőkkel gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy heti rendszerességgel csütörtöki napokon összetudtunk még idáig mindig jönni, ahol először is egy csapatépítés folyik. Nyilvánvaló, ez szükséges. Ez szükséges. Szokjuk egymást először, azután pedig most már azért nagyon gyorsan fordítottunk a történeten, most már szakmai kérdésekről tudunk beszélni, egyeztetni, a nézeteket közös nevezőre hozni, és ennek megfelelően tovább dolgozni. Ennek én nagyon-nagyon örülök. Debnár úr, ezt a mai napot, ezt a január 28-át, 2013. január 28-át, ezt jegyezzük meg, mert önnel beszélgettem, és azon kívül, hogy megbeszéltük, hogy mennyi minden feladat vár önökre, itt a végén csak eljutottunk odáig, hogy egy csomó örömhír van. Jó kapcsolatok, egyik oldalról is, másik oldalról is. Hát én ennek tükrében kívánok nagyon sok sikert a munkájához, és nagyon remélem, hogy hamarosan ismét vendégem lesz, és még több jó hírről tudunk beszámolni. Nagyon szépen köszönöm is a meghívást. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Terézvárosi önkormányzati rovatunk a jövő héten hétfőn. A szokásos időben ismét jelentkezünk, remélem akkor is kíváncsiak lesznek ránk.